Itt már az én lakásom, ez volt az én lakásom a Klapka utcában. A felvételen Székelyhidi Attila mutatja be egyik festményét a Kohán képtárban május végén megnyílt életmű kiállításán. A 75 éves művész a kézjegyben mesél többek között arról, hogy sportok iránti rajongását édesapjától, rajzkészségét pedig édesanyjától örökölte. Annyit neki köszönhetek, hogy biztatott ebbe az irányba, és már gyerekkoromban olyan feladatokkal látott el, amit nem mindig élveztem, például, hogy másoltatott velem képes könyvet, mesekönyvet, ezt, azt, amazt, meg betett egy pohárba virágot, és azt megfestettem. Székelyhidi Attila az Egri Főiskolán matematika, fizika és rajztanári diplomát szerzett, és 1965-ben tért vissza Gyulára tanítani. Részt vett a művésztelep megszervezésében, és a helyi művészeti oktatást vezette évtizedekig. Festőként leginkább az alföldi táj ragadta meg, emberábrázolásaiban pedig mindig igyekezett az egyediséget megragadni. A mostani kiállításon 75 képet lehet megtekinteni a 10 éve lezárult festői pályájából. A látásom nagyon megromlott, és ezzel nem lehet operációval javítani, úgyhogy az ilyen irányú munkásságom körülbelül 10 éve befejeződött. A festői pályája lezárulta óta az egykor fizikát is tanító és a tudományok iránt érdeklődő Székelyhidi Attila Bai Zoltán emlékét igyekszik elevenebbé tenni Gyulaváriban.